Hétfő délelőtt teljesen kihalt volt az egykori szabadkai téglagyár környéke. Se ott dolgozó munkások, se migránsok sehol. Egy jött csak ki, azt mondja, páran maradtak itt, de a Bozótosban bujkálnak. Szabadkán a Zentai út a migránsok fő útvonala, a város felé és vissza a táborba vagy a dzsungelbe. Mogli se srest u pogrupicama 5 do 7 os. A befogadó központban szokásos mindennapjaikat élik az ott lakók. A mögöttem látható szabadkai befogadó központban a helyzet változatlan, nagyjából 140-160-an tartózkodnak itt. Hétfő délelőtt stábunk nem kapott forgatási engedélyt a befogadó központon belül, ugyanis európai parlamenti képviselők, illetve diplomaták látogattak el ide. Nagyjából 6,500 migráns illegális bevándorló tartózkodik Szerbia szerte az ehhez hasonló befogadó központokban, és rajtuk kívül még 1500-2000-en vándorolnak, akik a szabad ég alatt tartózkodnak és alszanak. Az ENSZ menekültügyi főbiztossága is ott volt, a befogadó központban uralkodó állapotokról, helyzetről tájékozódtak. Nem hivatalos, meg nem erősített információink szerint részben azért, hogy felmérjék a török EU diplomáciai viszály miatti egy esetleges újabb menekült hullám esetén lehetne-e bővíteni az itteni kapacitásokat. Az illegális bevándorlók az éj leple alatt továbbra is próbálnak átjutni Magyarországra. 10-20 fős csoportokban mennek, vagy embercsempészek viszik őket. Felső hajdújárás alig pár száz méterre van a határtól. Néha, hogy most is előfordul egy-két kombi éjszaka elmén, gondolom, hogy helyre már nincs is mit keres nekik, de hát minden javarészt ilyen kanizsai regisztrációk. A nyárfaerdő már magyar terület. A Feketesor és környéke lakó és hétvégi házait is látogatják a migránsok. Az itt élő emberek ezért félnek. Itt valahol egy házba. Hatan bementek. Hát hogy ne félne az ember, nem? És akkor mit csinál? Bezárkózik esténként oda-haza? Igen, bezárkózik, meg van kutyám, meg mellettem van a család, a fiam, meg a két unokám, kislányok. Hát hogy ne félnénk? Hát négy nő. Egy férfi a fiam. Közben Szabadkán az ebédidő közelettével a vasúti sínek mentén a Bozótosból előmerészkednek a bujkáló bevándorlók. Nagyjából 30-an vannak itt. Nem szívesen látják stábunkat, mivel sajtóinformációk szerint egyre többen mutatnak hajlandóságot, hogy Szerbiában adják be menedékkérelmüket. Egy pakisztáni fiatalembertől azt kérdeztük, maradna-e itt. No, Serbia stay. Why? This is a big problem. Azt mondja, Belgrádból jött át Szabadkára, és estére megindul a magyar határ felé.